Itt adtad a Veszprémet, ha egy kis időre is a Lemgól szerződtél. Milyen helyzet most veled? Mesélj egy picit. Köszönöm szépen, nagyon jól érzem magam kint Spanyolországban. Kicsit csalódásként volt számomra, hogy itt a Veszprém kikapott a Szeged ellen, nem csak tavaly, hanem most is. Egy jó mérkőzésre számítottam, de a Szeged nagyon jó formában van idén, amit a BL-ben is felmutatott, azzal a menetelési formával. Most átment a Veszprémen is, azt kell, hogy mondjuk sajnos. Akkor egy kicsit a Leóról beszéljünk, hogy ott a döntés, hogy oda szerzel, hogy te döntöttél így, te gondolkoztál ezen, vagy inkább tanácsolták neked, hogy jobb lenne, hogyha ott játszanál? Én már tavaly évben is jeleztem a klub felé ezt a dolgot, hogy én külföldön kiszerettem volna magam próbálni, kiszerettem volna lépni a komfortzónámból, és két szempontot néztem mindenféleképpen. Az első az, hogy a saját érdekeimben a legjobb teljesítményt tudjam nyújtani minden mérkőzésen, és hogy hosszú távon gondolkozok, hogy későbbiek folyamán nagyon jó játékos lásson belőlem, ezt a lépést muszáj volt megtennem. A másik dolog meg számomra a magyar válogatott kérdés, hiszen hogyha jó teljesítményt tudok nyújtani, akkor a saját hazámat sokkal jobban tudom képviselni, és ez nagyon fontos számomra. Hogy fogadtak kint, hogy fogadott az edző, illetve a csapatás? Nagyon jó fogadott, és boldog is vagyok, hiszen mindenki mindenben segített. Fura volt az, hogy tényleg spanyolul mentek az edzések, de ez nem okozott problémát, hiszen a többi srác beszél angolul, és velük meg tudtam ezeket a dolgokat beszélni, de már járok spanyol iskolába, és remélhetőleg már hamarosan spanyol fogom ezeket a dolgokat, taktikai dolgokat megbeszélni velük. Akkor neked könnyű ez a nyelv, hogy érzed? Nem tudom, kicsit másabb, mint az angol, de kicsit hasonlít a magyarra olyan szinten, hogy vannak benne hasonló betűk, például az A betűre is gondolom, de majd ezt egy 3 hónap múlva meglátjuk.